Büszkék vagyunk az iskola megtartó erejét. Tudhat valamit a patinás intézmény, melyre oly sok szeretettel gondolnak vissza az itt végző diákok, máshova került pedagógusok. Megtiszteltetés számunkra, hogy együtt ünnepelhetünk a kerület vezetőivel, az iskola életét segítő, támogató szervezetek vezetőivel, iskolánk régi dolgozóival, pedagógusaival, az iskola régi tanítványaival, jelenlegi dolgozókkal, a szülők, tanulók képviselőivel, a helyi sajtó munkatársaival, régi ifi vezetőkkel, akik mára már kevésbé ifik, de biztosak lehettek abban, hogy ma is sokat emlegetett segítői voltatok, voltunk egy közösségépítő közösségnek. Köszöntöm körünkben Kucsák László urat, országgyűlési képviselőt, Banyár László urat, a Városgazda 18 KHT vezérigazgatóját, Bok Ferenc urat, az önkormányzat irányszolgáltatási irodájának vezetőjét. Köszöntöm, majdnem azt mondtam, partneriskolánk, szomszédiskolánk vezetőjét, akik megtisztelték jelenlétükkel, rendezvényünkkel. Köszöntöm a nevelési tanácsadó munkatársait, vezetőjét, akik szintén együtt ünnepelnek velünk. Ma az ünnepi rendezvény sorozat kezdeteként jubileumi kiállítás megnyitására kerül sor. A kiállítás iskola történeti részében féltve őrzött régi dokumentumokat, másik részében az elmúlt néhány évben, de leginkább az idei tanévben készült diákmunkákat tekinthetik meg. Edi Csapolom, jó napot kívánok, szervusztok gyerekek! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk ebben a igen szép múltra visszatekintő iskolában, ezen a rendezvényen, ami egyben kiállítás és egyben egy piknik is. 85 esztendős az iskola bizony, a kerületünkben sem sok olyan intézmény található, amely intézmény ilyen hosszú és komoly múltra tekinthet vissza. Elhangzott igazgató úr, említette már, hogy az idők során kezdetben Gulner iskola volt, volt egy időszak, amikor Engels volt a fedőneve, és most megint Gulner iskola néven ismeretes ez a bizonyos tanintézmény, ahol meg annyi igen színvonalas program található, természetesen meg az érdeklődők számára a mindennapi oktató-nevelő munka mellett. Mi sem mutatja jobban, hogy milyen rangos az intézmény, hogy erre a az alkalomra is igen szép számmal eljöttek, az okosak, furfangosak, az árnyékba húzottak, a kitartó érdeklődők pedig itt foglalnak helyet a napsütésben. A napsütésben helyet foglalók között köszönhetjük címzetes igazgatóasszony Tóth Lászlónét, Kati nénit. És ahogy igazgató úr elmondta már, meg annyi intézmény képviselője is megtisztelte jelenlétével ezt a programot. Én azt kívánom mindenkinek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hogy a kiállítás képeit, egy kiállítás képeit megtekintve kellemes élmények idéződjenek fel mindenkiben. Annak idején, mikor a mi iskolánk jubilált, egy fiatalabb intézmény persze, amikor jubilált, akkor mi is elővettük a régi képeket. Néhány kolléganőnk nem nagy örömmel tette mindezt. Ennyire meg fogják látni majd, hogy megüregettem, megőszültem, és így tovább. Tehát emlékszem arra, amikor még a pályánk kezdetén voltunk, vagy egy-két évtizeddel korábban, hogy akkor kerekes igazgató úrnak is egy picit sötétebb volt a hajszíne. Nekem sem volt eres a halántékom még, de igazgató úr jól csinálja egyébként, mert a szürke öltönyhöz választott hajszínt magának, úgyhogy ez mindenképpen elegáns is. Azt kívánom tehát a Gulner iskolás soknak, gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek, kedves vendégeknek, hogy a kiállítás képeit megtekintve kellemes élmények idéződjenek fel. Az utána következő piknikhez mindenkinek nagyon jó szórakozás, kellemes időtöltést kívánok. Isten éltesse a 85 éves jubileumát ünneplő Gulner iskolát, benne a picinyeket és a nagyokat. Köszönöm szépen a figyelmet, és ezzel akkor a kiállítást, jól lehet nem itt található, de megnyitjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!
Lafontaine, Rónai György feldolgozása, a farkas és a bárány. Megszomjazott a Bari, kiment a patakra, hát egy ordas farkas is akkor tévedt arra. Lejjebb ivott a bárány, a farkas meg följebb, mégis szörnyű ordasa a bárányra fölmett. Hogy mered a vizemet zavarni, te hitvány? Megbocsásson, farkas úr, de hogyan is bírnám? Szólt a bárány csendesen. És kegyelmet áll fejjem. Szemtelen! Hát élnek így velem, felesel! Most már látom, tavaly is te jeláztál. Te kérem, farkas uram, tavaly én még nem is éltem. Nem élted? Akkor a bátyám! A bátyám? Nincs is bátyám. Ragolod volt akkor te bárány, különben is kára szólj. Bántott, aki bántam. Kutya, pásztor, egyre meg. Én most bosszút állok. Azzal magát a bárány nevetette, széttépte, s megette. Kérem, tudok olvasni, csak hogy... Semmi, csak hogy. 5000 forint a bírság, amiért megszegted a tilalmat. Halőr bácsi, kérem, tessék engem meghallgatni. Én nem horgászok. Na nem mond, hát mit csinálsz itt a tóparton ezzel a mangottal? Kérem, hogy is mondjam csak... Csak az igazat, fiam, csak az igazat. Én nem horgászok, hanem... Hanem? Úszni tanítom a gilisztámat. Úszni tanítod a gilisztádat? Na ezt jól kifundáltad. Mutasd csak azt az úszni tanuló gilisztát. Ilyet úgyse láttam még életemben. Tessék nézni. Látom, igazat mondtál. Valóban giliszta van a zsinór végén. Elhiszem, hogy úszni tanítod, csak hogy... Csak hogy? Ezek szerint még nagyobb szabálytalanságot követtél el, amiért nem 5000, hanem 10000 forint a bírság. 10000 forint? A gilisztán nincs úszónadrág, már pedig ezen a helyen enélkül fürödni szigorúan tilos. Thank you.
Keressük meg egy szart, ez kiállítás. Yeah.
semmi. Nem, ha, nem, 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 nem találkozunk úgy. Semmit nem szoktunk. A koncertnek jól van. Meg a... Ott a komolyan. Azt mondja, hogy Lupa Edit, Radko Mária, Ádám Anikó, Fodor Ágnes, Hernád Irén, őt nem tudom, Vörös Júlia. Akkor nem lehetett túl jó csaj szegény. Kis Éva, Magyar Erika, vagy túl Balog, jó csaj volt? Balog, milyen Judit, Varga Jutka, Szabó Ágnes, Misztai, Kóté, Szabó, Pécei Dezső, Sós Józsi, Boskó Józsi, Dercsényi, Harsányi Sanyika. Kövesi Attila. Lelőted a poén. Ja, bocsi, elfelejtett. Kövesi Attila, Torgella, és őt nem tudom. Torgella is ide járt ebbe az osztályba? Igen. Az öreg Torgella? Ez a kettő. Nem már tényleg? Nem a focista. De azt hittem, hogy az ő apja. Igen. Na, azt kérdezem. Az már nem ilyen. Nem, aha. És ki volt egyébként a legjobb focista a fiú közül? Miszal. Igen. Nagyon jó focista, csak elhitt az egyáltalán, mert már nem ott lakott a Zsolt bácsi. Tényleg? Egy sarokkal előre. Aha. Abba a tömbházban. Abba a tömbházban, aha, igen, igen, igen. A Kovács úr az pedig magukkal szemben lakik. Magában majdnem szemben lakott. Lakott, aha. Általán a sarkon. Aha, aha, igen. Kovács Pentának hívtam, hogy volt az énektanárom. Ennek a tanárnak a nevén nem emlékszem, ő volt a Tóna tanárnő, valamilyen Judit, arra már nem emlékszem, milyen Judit. Hát szerintem iskolatitkár lehetett, mert nem emlékszem. Szabó József, ő volt az igazgató. Igen, igen, igen. Simovicsné biológiát tanított. A Karintinak volt az igazgatója utána, most nem is teszem a neve hirtelen. Szabó? Azt hiszem Szabó vagy. Sántított egy kicsit. Na igen, igen, tudom. Korpa Béla. Igen, Béla Bá. Tényleg a Béla Bá volt az osztályfőnök? Az osztályfőnök, amivel haladtunk. Zajos Ernő. Ja, Ernő Bá. Sztukövényi Sztukövényi. Igen, igen. Babos, Bablena Gyula. Bablena Gyula, így van. Aranyember. Igen, igen. Aranyember.
Mészárosné Fodor Baba, Kovács Zoltán, azt hiszem, és a rajztanárnő a... Nem a zsebőknél. Zsebőkornél. Hát ez igen, ezt beírtam egy ötöst, jó? Ez kitagadatlan. Gabriella, nincs itt a kép? Én nem vagyok. Nem. Jó alapot kívánok, Isten! Ide csak rendes ember legyen. Hát ez vitathatatlan. Aki nem, abból meg rendes embert csinálunk, igen, vagy legalábbis megpróbáljuk 8. végéig. Én spiritot adok. 1970-ben érted? Szépen, ahogy kimondani se semmit, az biztos. Ó, mindjárt ilyen szerényen. Hát akkor most már így mindent értek, hogy a gyökerek, igaz? Még itt is itt. És valami művészi karrierről nem álmodott sosem? De én mindig opera énekesnő akartam lenni, mi csak volt az akadálya? Hát azért ahhoz kellenek kell a szülők rendesen. Aha, de. Meg azért gondolsz fizikailag se pita azért. Hát nem. Mit találtál? Hát Zsolt bácsi fényképezett, veszélyezőre lesz. Hát amikor fölmettem ott a hajónak, hát ez a magaslatra, elfoglalta a vezető szerepet. Kicsit óvatosan bánok vele. Valamilyen emlékszem. Területen dolgozol is? Igen, hát természetesen, hogy ezt tudom mellett. Aha. Hát, akkor nem uratkozol. Nem, nagy múlt életből összük a művét elé, ugye. Aha. És a lovak iránti szenvedélyed meg van? Igen. Van esetleg saját lovad is? Nincs. Te ide jelent be. Igen. Nyomd a rock and roll, gyerünk! Kapcsold be a mikrofont! Kapcsold be neki a mikrofont! Kapcsold be a mikrofont! De be is van, nem? Kapcsold be neki! Yeah.